Demeter Halutka Tamás vagyok, és ebben az előadásban szeretnék egy kis kezd csinálót a Go programozási nyelvhez csinálni, ami jelenleg az egyik leggyorsabban fejlődő, mármint úgy értve leggyorsabban fejlődő, hogy a leggyorsabban adoptálódó programozási nyelv. Röviden rólam, 2008 óta dolgozok a Pronovix nevű cégnél. Elsősorban Drupal-al foglalkozunk, mostanában kezd a Go is szép lassan beszivárogni. 2010-ben és 2011-ben a Drupal-nál csináltam Google Summer of Code-ot, illetve elég sok dolgom kim van a Drupal.org-on és GitHub-on elsősorban. Amikor egy új programozási nyelv készül, akkor nagyon sokszor felmerül az az emberekbe, hogy hát minek is egy ilyen programozási nyelv. És ehhez meg kell nézni azt, hogy a Go az honnan származik, és hogy miért volt szükség egy nyelvre. A Google kezdte el ennek a nyelvnek a fejlesztését. A Google-nek elkezdtek problémái lenni a szoftverfejlesztésre, ugyanis rengeteg szoftverük van, rengeteg hardverük van. Főként C++ volt a kódbázisuk a Go előtt. Ezen kívül volt nekik még Java, illetve elég sok Python. Több ezer fejlesztőjük van, hihetetlen mennyiségű kód és egy eléggé fejlett, elosztott build rendszer. Erről, hogy mennyi kódjuk van, erről volt is nemrég egy előadás, hogy ők hogy kezelnek verziókat, és ahogy itt két előadás előttem is elhangzott, nekik tényleg már ilyen milliárd kódsoraik vannak. És akkor fogalmazódott meg a Google-nél, hogy új programozási nyelvet csinálnak, amikor azt hiszem a C++ 0x vagy valamelyik C++ szabványt bejelentették, és mondták, hogy lesz benne még egy csomó új dolog. És az volt főként a Google-nek a baja a C++-szal, hogy nagyon lassú a build-je. A függőség rendszere olyan, hogy nagyon könnyű körkörös függőségeket csinálni a modulok között. Elég gyakran előfordul C++-os projekteknél, hogy különböző projektek vagy különböző csapatok bizonyos nyelvi elemeket preferálnak, és bizonyos nyelvi elemeket így, mint egy coding standardként tiltanak. És amikor ezeknek a csapatoknak egymással kell dolgozni, és az egyik csapat bizonyos nyelvi elemet mondjuk preferál, a másik pedig tilt, akkor ott az a kód, ami ezt a kettő modult integrálja, az nehézkessé tud válni, illetve hogyha valaki megszokja, hogy a C++-nak csak egy bizonyos részét használja, és eléraknak egy olyan kódot, amelyik egy másik részét használja, akkor hirtelen nehezebb lehet megérteni a kódot. És hogy mennyire lassú is a build, meg mi volt itt konkrétan a baj, 2007-ben, amikor a Google-nél elkezdtek dolgozni a Go-n, akkor volt az egyik projektjük, ami 2000 file, 4,2 megabyte, és maga a függőség, ami keresztül ment a fordítón, az 8 gigabyte-nak felelt meg. Tehát azt jelenti, hogy minden egyes byte, ami elment a fordítónak, arra körülbelül 2 kilobyte adatot húzott még be a fordító különböző helyekről. Ezt a Google 2007-ben 45 perc alatt tudta lebildelni ezt a projektet, tehát hogyha valaki valamit átírt a forráskódba, akkor 45 perc múlva lett meg a build. Nem a saját gépén, hanem egy elosztott rendszeren, ez 2012-re 27 percre sikerült lefaragni. Tehát emiatt ez is volt az egyik fő ok, amiért, tehát ezek az okok, amiért szükségessé vált nekik egy új programozási nyelv. És a fejlesztés az úgy kezdődött, hogy 2007-ben indult a Google-on belül a fejlesztés ennek a nyelvnek. Az egyik fő ember, aki emögött volt, az Rob Pike, akinek a B nyelven dolgozott előtte, a Unixon, a Plan9-on, tehát ő ilyen olyan ember, aki már régóta benne van ebbe a szakmába, és még többen is voltak a Google-nél, akik hasonló múlttal álltak neki. A Go megjelent 2009-ben a közösség számára is, tehát ekkor tették elérhetővé, és 2012-ben az
jött ki az első stabil kiadás, azóta körülbelül fél évenként jön ki egy-egy kiadás, és ezek visszafelé kompatibilisek az első stabil kiadással, és általában minden egyes kiadás valami egy célterületen nagyon nagyot fejleszt, a legutóbbi például a nyelvnek a garbage collectorán fejlesztett egy elég jelentős lépést. A céljai a nyelvnek, hát a nyelvről elsősorban el lehet mondani, hogy olyanok tervezték, akik nagyon sok kódot írnak és debuggolnak, ezért nagyon sok kritika érje miatt a nyelvet, de a fejlett ilyen programozás, például a típus elméletből a legutóbbi jó pár, azt hiszem, bő egy évtizedet azt például teljesen kihagyták a nyelvből, azért, mert kifejezetten nem kutatási, hanem nagyon gyakorlati célra készítették a nyelvet, és olyan szempontból van ez a kifejezés, amit úgy hívnak, hogy Pythonic, ez, hogyha valakinek Pythonja van, és beírja, hogy import this, akkor kap egy ilyen kis listát, és a Go az eléggé ebbe az irányba hajlik, tehát, hogy minden problémára legyen egy darab egyértelmű megoldás, mindig a legegyszerűbb megoldása jó, addig, ameddig ki nem derül, hogy az valamiért nem jó. És így lettek a nyelvnek a céljai. Egyrészt a gyors build, ezt az előbb részleteztem, hogy miért fontos a Google-nél. Produktív fejlesztés. Ugye ott is azt akarják, hogyha van egy ötlet, az minél gyorsabban kikerüljön productionbe. És az egyszerű karbantartatóság, tehát ugye tényleg ilyen milliós, milliárdos kódsorok vannak, meg programok, akkor azokat viszonylag a lehetőségekhez képest egyszerű legyen karbantartani. A nyelv dizájnja. A nyelvnek egy ilyen könnyed, C-szerű szintaxisa van, eléggé hasonlít a C-re, kivettek egy pár olyan felesleges karaktert, ami nem volt a C-be szükséges, például mondjuk az if-nél a kötelező zárójelet, meg egy-két ilyen apróságot. A nyelvben vannak az interfészek, amiket általában azok, akik elkezdik a Go-t, és mondjuk van nekik egy C++-os, vagy Java-s, vagy C-sharp-os háttere, általában ezt szokták, ezt lebecsülik, hogy ezek az interfészek mennyire jók. Annyiba hasonlít a Java-s interfészre, hogy ugyanúgy egy bizonyos mennyiségű függvényt határoz meg, amit az adott típusnak teljesíteni kell, viszont nem kell kiírni a típus deklarációhoz, hogy egy interfészt most éppen implementálunk. Ezért, hogyha vannak ilyen nagyon általános interfészek különböző csomagokban, akkor azt lehet, hogy a típusunk implementálja úgy, hogy nekünk azt nem kell külön megmondani. Van egy egyszerű trükk, amivel mégis ki lehet kényszeríteni azt, hogy a fordító ellenőrizi, hogy a típusunk egy adott interfészt implementál. És még tehát nincs öröklődés anyába, vannak struktúrák, nincsenek objektumok, nincs öröklődés, viszont van ez a beágyazás, amit C-be is úgy tudom van. Amikor az egyik struktúrát beágyazzák a másikba, és ez itt is van, és ilyenkor bizonyos limitációkkal, de hasonlóan működik, mintha öröklődés lenne, de nem egészen, tehát ez sokkal inkább kompozíció. És még amit nagyon fontosnak tartottak a statikus linkelés, azért ugyanis ez a deployolást nagy mértékben egyszerűsíti, hogyha szerver alkalmazást írunk, és statikusan linkelt alkalmazást, sokkal könnyebb heterogén környezetbe kirakni, mint mondjuk egy dinamikusan linkeltet. Illetve azért, hogy a produktivitás miatt, és azért, mert Google-nél általában szervereket írnak, ezért a garbage collector ebben az esetben előny, mivel nincs szükség arra, hogy bizonyos, nem, tehát hogy ilyen teljesen real-time rendszereket készítsenek. Ami nincs a nyelvben, jó pár dolgot kihagytak, ezek nagy részét szándékosan. Az egyik az a subtyping, illetve emiatt a paraméteres típusok sem megoldhatóak. Erről nagyon sok vita volt az interneten, és összeraktak egy nagyon hosszú Google dokumentumot, ahol leírták, hogy miért nincs még típusparaméterezés a nyelvben. Ugyanis az a problémája a típusparaméterezésnek, hogy mindegyik implementációnak komoly hátrányai vannak az előnyei mellett, és a Go csapat, illetve a közösség is jelenleg úgy, tehát az a vélemény, hogy nem éri meg. Legtöbb esetben az interfészekkel kiváltható
a típusparaméterezés, amikor nem arra nagyon kevés esetre pedig kódgenerálást javasolnak, ami működik végül is. Nincs öröklődés, ezt az előbb említettem. Nincsen, vannak pointerek, de nincsen pointer aritmetika. Ez ugye a garbage collector miatt fontos. És nincsen implicit típus konverzió, tehát még akkor is kell típuskényszerítést írni, hogyha például egy 32 meg egy 64 bites integert adunk össze. Ennek az az előnye, hogy így a programozónak tudnia kell azt, hogy pontosan mondjuk két különböző képpen ábrázolt számot ad össze, és rendelkezni kell arról, hogy mi lesz ennek az eredménye, tehát hogy, és ezzel is elég sok ilyen hibát meg lehet fogni. Ilyen határértékeken lévő furcsa számolási hibákat lehet elkerülni. Azért is nincsenek ezek benne a nyelvben, ugyanis a tervezésnél nagyon fontos elv volt az, hogy legyen annyira egyszerű a nyelv, hogy a programozó az egész nyelvet a fejébe tudja tartani, és minimalizálják az úgynevezett kognitív loadot, tehát hogy amikor az ember meg akar oldani egy problémát, akkor mennyire kell neki az adott problémára fókuszálni, vagy mennyire kell neki a nyelvvel küzdeni. Például mondjuk, hogyha valaki Haskell kódot ír, akkor ott elég nagy a kognitív load, mert ameddig valaki nem lesz nagyon tapasztalt programozó Haskellben, addig nagyon sokat kell neki csak azzal is foglalkozni, hogy egyáltalán ki tudja azt az adott nyelven fejezni, amit szeretne. És főleg, hogyha mondjuk nagyon sok ilyen mellékhatás van, ami egy szerver alkalmazásnál előfordul, ameddig mondjuk Go-ban ez sokkal egyszerűbb leírni. Nyilván ugye itt is az van, hogy vannak, tehát ez is egy kompromisszum. A Go-nak a készítői úgy döntöttek, hogy ebbe az irányba érdemesebb elhajlani. Népszerű projektek. Néhány olyan projekt, ahol már használják a Go-t. Az egyik, ahol elég régóta használják, ez a Google Downloads oldal, és itt a Go-ba a Standard Library-ba beépített webszervert használják, ami azt jelenti, hogy bárhányszor valaki mondjuk letölti a Chrome-ot, vagy akármit letölt a Google-től, akkor az Go, a Go-nak a Standard Library-jébe lévő webszerveren keresztül megy. Állítólag csak valami 100-200 soros maga az egész szerver alkalmazás, és csak ilyen minimális olyan kód van benne, hogy mit hol talál, meg ilyesmi. A BBC is használja a Go-t, általában ilyen mini játékokhoz backend, vagy social médiához használják, hogy így Twitter, meg stb. Helyekről szedegetnek le adatokat, meg egyéb ilyen kisebb webszerviszek. A Bitly, nekik van ez a NCQ, vagy nem tudom pontosan, hogy hogy ejtik, ez egy ilyen üzenetfeldolgozó rendszer. A Discussnál úgy tudom, hogy az, amikor valaki, tehát az kírja a Discuss komment, hogy valaki éppen gépel, az is Go. A GitHubnál a Releases API mögött lévő endpoint is Go-ban van írva. A Herokunál van ez a Dozer nevű elosztott ilyen data store. A PopTip nevű cég, nekik volt is valamelyik, volt egy előadásuk arról, hogy Node.js-ről miért írták át a szoftverüket Go-ra. Egyébként ők is ilyen közösségi médiát elemző valami szolgáltatásuk van nekik. A SoundCloud-nál is elkezdték komolyan használni a Go-t, itt van nekik ez a Bazooka nevű ilyen build és deployment rendszerük. A Twitch-nél a GroupChat Go-ba van megvalósítva, illetve még van a Docker, ami talán az egyik leghíresebb Go-s projekt, az is Go-ban van írva. És persze még nagyon sokan használják, tehát folyamatosan egyre több startup, illetve nagyobb cégeknél, főleg a microservice jellegű architektúra van, ott a Go az nagyon tör előre. És szeretnék kiemelni egy pár dolgot, amit szerintem nagyon jó eltaláltak a nyelvben, és ami akár olyan dolog, amit más nyelvek is tanulhatnának a Go-tól, vagy átvehetnének. Az egyik az az, hogy mennyire egyszerű elkezdeni a Go-t. Tehát, hogyha valaki így életében nem írt még Go-kódot, de szeretne, akkor van egy ilyen leírás, hogy effektív Go, ami nagyon jól összefoglalja azt, hogy körülbelül hogy is kell fejleszteni Go-ban. Aztán utána van ez az oldal, ahol ilyen interaktív jellegű
tutoriál van, tehát hogy kiírnak egy ilyen kód részletet, meg egy problémát, és ki kell egészíteni, és hogyha lefut, tehát ez futtatható az interneten keresztül, a böngészőben, hogyha lefut, akkor lép tovább az ember, és nagyon, tehát a végére már egész komplex problémák is vannak, tehát ez nagyon jó. És hogyha valaki ezen végig megy, akkor gyakorlatilag már azt mondom, hogy majdnem, hogy rakhat is ki kódot élesbe szerverre, ugyanis akkor szinte már az minden tud, ami a Go fejlesztéshez kell. Ami még egy nagyon jó dolog, és ez apróságnak tűnik, de szerintem egy nagyon jól eltalált dolog, ez a Go FMT nevű eszköz, ami azt csinálja, hogy megformázza a kódot a Go-nak a kódolási standardje alapján. És ez azért nagyon jó, mert az összes Go projektnél emiatt egységes a kódolási stílus. Így, hogyha mondjuk egy library-t használni akarunk, és mondjuk át akarjuk olvasni gyorsan a kódot, hogy azért körülbelül mit csinál, vagy éppen azért, vagy azért akarjuk minőségbiztosítási jogból átolvasni, vagy mert valamit a README alapján meg tud csinálni, de pontosan nem jövünk rá, hogy, akkor nagyon könnyű elolvasni. Tehát a Go projektek eléggé egy kaptafára készülnek, hasonló a struktúrájuk, ugyanúgy van minden projektben, tehát nagyon könnyű másnak a kódbázisával dolgozni. Illetve az is nagyon jó ebbe a Go FMT-be, hogy tudomásom szerint az összes editorhoz és IDE-hez lévő integráció ezt alapból megcsinálja a fájlmentésnél. Tehát, hogy mint fejlesztő, én nekem nem kell azzal foglalkoznom, hogy hova rakom a space-eket, meg tabokat, meg mit használok, mert azt teljesen automatikusan megcsinálja az IDE. És tudom, hogy ez ilyen formázó eszköz a legtöbb nyelvhez elérhető, viszont a Go-nál van egy, amire az elejétől fogva megmondták, hogy ez a kódolási stílus, és így ezért az egész közösség követi. A másik nagyon jó dolog, hogy van még nagyon sok ilyen eszköz, ezek olyan eszközök, amiket a közösség fejlesztett a Go-dok, az egy olyan démon, ami a kódkiegészítést teszi lehetővé, a Go-rename az a refactor rename-nek felel meg. És az a jó ezekben, hogy a Go-nál ezeket az olyan funkcionalitásokat, amiket általában mondjuk egy Java-nál mondjuk az IDE tud, azt ilyen kis parancssori programokként implementálják, ami miatt valamennyivel lassabbak, mint mondjuk valaki fölnyit, nem tudom, egy IDE-t, és akkor ott kezdi el ezeket csinálni. Viszont az a jó ebben, hogy nagyon könnyű integrálni bármilyen szerkesztővel. Tehát ezért van az, hogy a Go-hoz gyakorlatilag IDE szintű támogatása van a VIM-nek, a Sublime Text-nek, az Atom-nak, az Emacs-nek, meg gyakorlatilag bármilyen editorhoz. Tehát azt mondom, hogy egy hétvégés projekt összedobni egy olyan szintű integrációt, amit nem tudom mondjuk egy alap Eclipse tud, vagy Java-hoz mondjuk annyit nem biztos, hogy tud, de szóval, hogy elég sokáig el lehet jutni azzal, hogy csak ezeket az eszközöket elkezdi használni az ember, vagy ha éppen neki azt tetszik jobban, akkor parancsorból is tudja ezeket használni. Másik nagyon jó dolog még az, hogy ez a statikus fordítás, ugyanis emiatt egyrészt, hogyha hagyományosan deployulunk, akkor gyakorlatilag egy kopival fölmásoljuk a szerverre, hogyha Dockert használunk, akkor pedig a Docker fájlhoz gyakorlatilag fogjuk a legkisebb Linux image-t, belemásoljuk ezt az egy darab fájlt, és készen vagyunk, hogyha olyan szerverről van szó, aminek tehát nem mondjuk egy ilyen weboldal vagy hasonló, aminek vannak ugye HTML, meg CSS, meg egyéb fájlai is. Még egy nagyon jó dolog, és ez a mostani verzióval lett tényleg ennyire egyszerű, hogyha mondjuk én Mac-en vagyok, akkor ha ezt a parancsot kiadom, akkor elkészítem a Linux-os statikus binárist. Tehát, hogy teljesen egyszerű megcsinálni azt, hogy egy másik operációs rendszerre fordítsak, és úgy tudom, hogy Androidra, meg iOS-ra, meg egyéb ilyen ARM-os dolgokra se sokkal bonyolultabb programot fordítani. Van még a Go-dok, ami a dokumentációs, eszköz, szerver, ez is egy ilyen multifunkciós dolog, viszont az a nagyon jó, hogy nagyon egyszerű használni, és ez is így gyakorlatilag jön a nyelvvel együtt, tehát egy kicsikét így kényszeríti arra az embereket, vagy így nem kényszeríti, hanem így bátorítja arra, hogy dokumentációt írjanak. Hasonlóan a GoTest nagyon gyors, nagyon egyszerű használni, és rengeteg kiegészítés van hozzá, amivel meg lehet többszörözni azt, amit tud. Van még
ami fontos a Go-nál, hogy a Go az nagyon jó bánik a többszálúsággal. Vannak ezek a Go rutinok, amik ilyen, hát más nyelvekben ezeket úgy hívják, nem pont ugyanaz, de hasonló lightweight thread, micro thread, green thread, Erlangban processnek hívják. Tehát az a lényeg, hogy ezek az operációs rendszernek a threadjei között vannak multiplexelve, lényegében egy függvény a Go rutin. Közös címtérben párhuzamosan futnak, és a channelökön keresztül, tehát úgynevezett channelökön keresztül szinkronizálódnak, tehát azok szinkron channelök, és erre ez a CSP-nek hívják ezt a fajta megoldást, és úgy is mondják a Go fejlesztők, hogy do not communicate by sharing memory, instead share memory by communicating. Tehát, hogy nem a lokokat, meg nem globális változókat kell a Go rutinok között használni arra, hogy azok együttműködjenek, hanem ezeken a channelokon keresztül kell adatot küldeni, és ezzel szinkronizálni őket. Köszönöm a figyelmet!